Itt van az Újpest kezdőcsapata, egy komoly hiányzó, Moll Dávid, aki az első fordulót kivéve utána 11 meccsen zsinórban balhátvéd volt, most Balázs Benjamin lesz a balhátvéd, Paujevic visszakerült a csapatba a jobb hátvéd posztjára, és ahogyan az már elhangzott, most nem két csatár, Tisler és Novotny, hanem csak Novotny elől, és bekerült plusz egy középpályás a paksi mérkőzéshez képest Zsótér Donát. Iványi Zoltán vezeti a mérkőzést, és láthattuk segítőit, Ringet és Gergő Teodoroszt is. Ami a Ferencvárost illeti, Varga Roland ugye most már a cserepadra odafért. Egy változás, Leandro kimaradt az együttesből, ezért Pénzil a tervek szerint nem balról, hanem középről indul majd, és Amadou Mutari került be még a pálya szélére. Zsótér kapja a labdát, és ő tekeri be, nagyon szép íve van a labdának, más kérdés, hogy Petrózsó kifejeli, nem jött messzire, Balázs lövi rá, és az első lövés, amelyet védenie kell egy kapusnak, Dibusz az a kapus, Pénzil egy jó csellel indul, és aztán azt veszi észre, hogy kinnál a kapus, itt van ez a szép Pénzil csell, és aztán a 45 méteres lövés, nem volt igazán íve a labdának, meg azért annyira nem is állt kint. A Lovrencsics rúgja a szögletet, Lazsics is előre jön, Spirovski is ott van, Otigba is ott van középütt. Lazsics! Remek blokk volt. Másodszor is. Kiválóan helyezkedett Litauszki két alkalommal is. Minden dicséretet megérdemel a Lengyelországból hazatért játékos. Itt egy picit elszámolják magukat a védők. Litauszki blokkol először, és aztán még arra is figyel a második esetben, hogy a keze a háta mögött legyen. Azóta viszont augusztus 4-én a Vasas ellen őt győztes gólt, nem volt eredményes. Az első sárga lap a mérkőzésen Windeker kapja. Utolsó harmadik percben. Bizony-bizony elkésett. Hát Gorieran nagyokat kap. Na hova? Böde irányába. Lovrencsics élett a labda. Pedrózó. Oj, ez akkor szintén egy sárga. Robodó. Ő még jobban elkésett. Pedrózó nagyon érzékeny területen fogja a lábát. A boka szalagok. Litauszki magyarázza el a Bobodónak, hogy mit kell csinálnia, és hogy mit nem. Pedrózót kell majd ápolni. A Pedrózó is mióta a Ferencvároshoz érkezett, egyetlen összecsapás sem hulasztott. Gorieran. Egy lövés messziről. Pedrózó tette rá jó 30-ról. Megpattan, de hát Pajovic azért ennél jobb kapus. Ez az előző Novotny lehetőség. Dibusz dőlt el, itt pedig ez egy kicsit nehezebb labda, de nem pont Pajovicnak. Notikbá, nagy elmegy mellette, nagy. Nagy tolja befelé, lövőhelyzet. Ú, ez nagy helyzet volt, Dibusz védett. Elsővel csak rápasszolta a labdát Windeker, ha valamelyik sarkot választja, szinte tuti gól. Nagy határozottan ment el, és remek érzékkel tette középre, még talán le is lassult azért a blokkoló Lovrencsics lábán a labda. Ferencváros hazai mérlege ennél impozánsabb. Hoppá! Litauszki! Nem sok hiányzott, de a 2015-16-os mérkőzésen fűződik egy öngóla nevéhez. Pénzil érte megy, Pávkovics várta a kapusát, és aztán Pénzil megszerzi a labdát bizonytalankodó Pávkovicstól. Toll figyelt. Pávkovicsot lefutja Pénzil, és ez belefér.
Ivány egyébként remekül vezeti a mérkőzést, nem jöttek segíteni, egyedül próbálta megoldani. Pénci ront neki a védelemnek, és megint ugye egy szabálytalanság Péncillel szemben. Sárga lap, Šanković kapja. Annyira jól vált ritmust Péncil, és olyan labdabiztos, hogyha ő lendületből jön, tényleg nem lehet szabályosan megállítani. Négyen voltak ott. Gorieran, ez így nem les. Péncil elől kifejelik. Leandro lőhet. Pajovic. Kapura ment. Még a sarkot nem nagyon találták el a játékosok. Előbb-utóbb az is megtörténik majd. Mindekker lábai között ment el a labda. Péncil. Pedrózó. Lovrencsics. Pedrózónak nem jó. Lemaradt Péncil. Paujevic ki fogja rúgni a labdát a partvonalon túlra. Nagyon sportszerűen meg is tette ezt. Péncil tehát. Aki az első öt bajnok ilyen négy gólt lőtt. Tomás Doll figyel. És az első derbién játszik. És Gorieran passzolgathattak, majd Mutarié a labda. Mutari elfeküdt egy védő, be tudja még a tenni középre a labdát a társ, és Gorieran elveszíti. Windecker kapott egy óriásit. Országban az 1860 Münchennél volt légiós. Litauszki rúgja föl. Egy sárga lapért Péncilt. És most a csere. És légiós korszakának nagy részét sajnos sérülten töltötte. Péncil kapja. Még egyel tovább. Gorieran lőheti. Nagy lövés! És Pajovic gyönyörű védése. Kint sincs a labda. Ez most szép jelenet volt. Ez az előző helyzet. 20 méterről Gorieran. És Pajovic. Fölnyúlva bal kézzel. Otigba. Nem volt jó döntés Zsótér részéről a lövés. Talán kitehette volna. És végül egy sárga lappal zárja le az akciót. Így is van. Kirúgás. Hát bizony fogta Windecker, bizony fogta. És aztán elengedte. Picit lelassult a támadás, de lábról lábra a labda, Simon. És ez egy nagy fejes. Mellé. Windecker fejelt. Még az is felmerül az emberben, hogy vajon mi van, ha inkább átveszi, vagy lábbal próbálkozik. Repült érte Divosz. Nagyon szép támadás volt, egy pompás Simon beadással. Böde. Péncil. Lövő helyzetben kapufa. Egyre közelebb ezekkel az átlövésekkel a Ferencváros a gólhoz. Volt egy jó Gorieran bomba, most egy Péncil ágyúzás. Varga. Sarokkal, Lovrencsics. Megigazítja, most a beadás. Böde fejjel gól! Eljutott a labda Böde fejére, és Böde bebólintja. Némi szerencsével maradt Péncilnél a labda, aki jó megoldást választott. Varga még jobbat, Lovrencsics pedig nem adta be egyből, lement az alapvonalig, onnan emelte vissza. És most is verhetné a címert Böde Dániel büszkeségében ezúttal. Mert könnyen lehet, hogy megint eldönt egy derbit. Itt jön be a labda, megelőzi Paujevicet.
1-0. És vajon hogy lehetett az, hogy most Böde nem Pávkovicsra vagy Litauszkira jutott, hanem Paujevicsre. Őt pedig könnyedén lebólintotta Böde. Szép beadás, mintaszerű fejes. Böde harmadik gólja mindössze a szezonban. De ez könnyen lehet, hogy győztes gól lesz. Gorjerem. Innál a kapus. És bent van a kapus, de nem a labda, Pajovic. Valószínűleg erre is készültek, mert nem az első eset. De hát azért visszaért a kapuvédő, ahogy hátrált.